Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp az indiai asztrológia szerint. Ez a felvétel két napra szól, június 9-ére és június 10-ére. A napokban lesznek nyeremények, rendezhetjük az anyagi dolgokat. Lesz siker a munkát, a hivatást illetően, ez lehet egy bizonyos szerződés is. Ami a szerelmet illeti, itt vannak még bizonytalanságok. Mi hölgyek nem tudjuk, hogyan tovább, milyen irányba alakulnak a dolgok. Nem tudjuk azt sem, hogyan mutathatnánk ki a nőies energiánkat, mi vár ránk a párkapcsolatot illetően. A férfiak bizonytalanok, nem hoznak döntéseket, van egy olyan húzavona, és itt az a fontos, hogy meglegyen a kapcsolat, a bizalom, a szeretet, és erre a bizalomra kell építeni most, ezt az életet, a jövőt, a párkapcsolatot illetően. A napokban van gyógyító erő, tehát ha valaki beteg vagy beteg a környezetben, itt meg lesz most a gyógyulás. Ez a gyógyító erő jelentheti azt is, hogy ez a hivatásod, és ezen a területen szeretnél dolgozni. Itt lesznek változások, munkahelyi változások, itt lehetnek jelenleg jó ajánlatok is. Ami a férfiakat még illeti, számukra fontos, hogy megőrizzék a belső nyugalmukat, és az élet valamit tükröződik számukra. A mai napon szpik a csillag 6, és ez lefordítva búzakalácsot jelent, tehát itt tulajdonképpen ennél a csillagnál gabonáról van szó. Az lehet, hogy fontos beszélgetések lesznek az ukrán háborút illetően, hiszen itt is gabonáról van szó. Azon kívül jelentheti ez a hatás azt is, hogy ha most elültetsz valamit szimbolikusan, tehát indítasz valami újat, különösen, ami a munkádat, a hivatásodat illeti, ez sikerekhez vezet, nyereményt hoz. Vinda Miatrix csillag szintén kihat a napokra, és ez a bor istennője, itt lehet borról szó, ezek lehetnek kereskedelmi kapcsolatok is, de jelenti az ünnepségeket, jelenti a vidámságokat is, és ez lehet egy ünnepség, lehet egy meghívás, ahol jól érzed magadat. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!